A pécsi Havas John fogadja az érdeklődőket a Székesegyház nyugati bejáratánál. Egy különleges, a trónok harca ihlette túravezetést kapnak itt a látogatók a jelmezes idegenvezetőtől. A trónok harca sorozatnak egy rajongója voltam, követtem, néztem, persze fölhúztam magam rajta, meguntam, kikapcsoltam, újra néztem, stb. A lényeg az, hogy a városnak a történetével, ahogy foglalkoztam, annak főleg ugye a középkori szálai, abban nagyon sok olyan momentumot véltem felfedezni, amik egyébként megtalálhatóak ebben a sorozatban is, és kialakult a fejemben egy koncepció, mégpedig az, hogy a püspökvárat, ami a bazilika és az azt körülvevő középkori eredetű erődítményrendszer, annak az építés történetét megfelelő sztorikkal megtámogatva nagyon jól át lehetne adni egy trónokharca tematikával. Mert hogy azt vettem észre egyébként idegenvezetés közben, főleg fiatalabbaknál, hogy amikor beszélek a várostörténetről, beszélek különböző eseményekről, akkor ásítoznak, meg a telefonjukat nézik, és amikor egy-két dolgot párhuzamba állítottam a trónokharcával, akkor láttam az összes szempárt. És gondoltam, hogy jó, hát akkor ebbe az irányba megyünk. És ugye ez egy régészeti történelmi sétai tulajdonképpen. Tehát régészeti adatokra, meg a történelem tudományra alapozom itt az egészet. Na most így ezt nem tudom eladni senkinek, hogy én itt egy régészeti sétát tartok, meg helytörténeti sétát. Viszont ugye ez itt tulajdonképpen egy ilyen eléggé rendhagyó idegenvezetés, rendhagyó városvezetés. Ennek a stílusa az sokkal inkább a stand-up comedyhez hasonlít, mint az általánosan az idegenvezetésektől azt megszokhattuk, és tehát ez valahol a helytörténész és a stand-upos határán sétál, úgyhogy közben van az egésznek egy ilyen popkulturális párhuzama is, legalábbis a trónok harca formájában. Egy körülbelül 500 éves építéstörténetet tekintünk át, tehát azt, ahogyan fejlődött ez tulajdonképpen egy kis ókeresztény temetőből a Magyarország egyik legépebben fennmaradt középkori erődítmény rendszeréig, és ezeket az építésnek az egyes hullámait, azt különböző történetekbe foglalom, az ahhoz kapcsolódó szereplőkről. Tehát ez valóban egy történetmesélés, ahogy ezt te sejtetted is. Egymáshoz a történetek annyira nagyon nem kapcsolódnak, hanem a bizonyos időszakokhoz kapcsolódnak, és személyekhez kapcsolódnak, akik általában egyébként püspökök voltak, ugye a városnak a középkorban püspökök voltak az urai és a földesurak, és ő hozzájuk kapcsolódó történetek. Így mutatva be Pécs építészet, illetve kulturális örökségét. Szeptember 27-e a turizmus világnapja. A Baranyai megyeszékhelyen külön készültek erre, aminek része volt például a Kövér András vezette túra is. A turizmus világnapját a ENSZ turisztikai világszervezete 1980 óta ünnepli, de itt Pécset is van ennek hagyománya, és ez egy olyan ünnep, amikor egy kicsit közelebb akarjuk hozni a turizmust, a turisztikai tevékenységet a városlakókhoz is. Hiszen miért fejlesztünk itt turizmust? Hát azért, hogy egy olyan környezetben tudjanak élni a városlakók is, ahol több szolgáltatás érhető el számukra, és a turisták számára elérhető szolgáltatások azok a helyieknek is elérhetők. És ezért szerveztünk olyan programokat is, amit nem kifejezetten a turisták, hanem a városlakóknak turisztikai programokat, olyan ingyenes tematikus sétákat, mint például a Trónok harca túra. Szilágyi Zsuzsi egy Pécs by Night esti túrát, amikor az esti Pécs arcát mutatja meg a városlakóknak és azoknak, akik csatlakoztak a sétájához. De a People First Egyesülettel készültünk egy olyan programmal is, ami az akadálymentes turizmus jelentőségére is felhívja a figyelmet, hiszen van közöttünk és körülöttünk is sok olyan ember, aki nehézségekkel küzd. Itt nem csak a kerekességekkel kell gondolni, hanem akár olyanokra is, amikor egy bőröndöt húzunk. Vagy mindenki volt kisgyerek, babakocsival tolják őket. Ezek az akadályok mindenki számára léteznek, viszont nem mindig szembesülünk vele, és egy úgynevezett városi tortúrán ki lehet próbálni, hogy milyen az, amikor ebből a szemszögből látjuk a világot, akár egy kerekesszékből, vagy pedig pont nem látjuk a világot, és egy vak fiatal ember vezetésével, beszemfedővel tudjuk megnézni a városnak a nevezetességeit.
Olyan kulturális gazdagság jellemzi Pécset, amit meg kell ismernie nem csak az utazóknak, hanem a helyben élőknek is. Ezeket az értékeket, mint például a dzsámit a főtéren, naponta látjuk. De vannak újonnan megnyílt helyek is, mondja az osztályvezető. Azt kell mondjam, hogy nyilván az idegenvezetők nagyon sokat tudnak ebben segíteni, hogy rámutassanak azokra az értékekre, de a városban is vannak, akár a Zsolnai negyedben is olyan telefonos alkalmazások is, van egy Pécs Visitor Guide App applikáció, ami segít abban, hogy az ember többet szeretne megtudni az adott helyszínről, akkor rétegezetten ott van az információ. De ha már itt a dzsámiról beszéltünk, valóban Pécset nem csak egy dzsámi van, hanem több látogatható dzsámi is, hiszen vannak egyébként olyan törökkori emlékek, amik nem látogathatók, mert csak tudjuk, hogy ott vannak a föld alatt, de nincsenek feltárva vagy rekonstruálva, de nemrég nyitott újra egyébként a kis dzsámi, a Jakovály Hasszán Pasa dzsámia a kórháztéren, ami egyébként egyedülálló az egész országban, és egyébként a török emlékek terén is itt található egyedül a dzsámi és a minaret, és egy olyan új kiállítással egészült ki az újranyitás során, ami biztos, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek élmény gyújt. Én múlt hét végén pont édesanyám még Pécsre látogattak egy konferencia keretében, és akkor a gyerekeimmel együtt látogattunk el oda, és valóban így van, hogy a 6 évesnek ugyanolyan élmény nyújtott, mint a 70 évesnek, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy keresse fel ezt is, és a dzsámi is nem csak a város szimbóluma, hanem valóban egy olyan különleges hely, amit ha még nem látott valaki belülről pécsiként, akkor mindenképpen érdemes felkeresnie, de ugyanígy igaz a székesegyházunkra is, hogyha pécsiként valaki még nem ment fel a székesegyház tornyába, és onnan nem tudott még körülnézni, akkor ez rajta kell, hogy legyen a bakancs listáján, nem csak a párizsi Eiffel-torony, vagy pedig a római Kolosseum, hanem bizony a pécsi Péterpál székesegyháznak a toronya is egy kötelező látványosság. Az idegenvezetések a turizmus világnapján nagyobb figyelmet kaptak, de az ünnepnapokon túl is érdemes keresni ezeket, hiszen igazi élményt nyújtanak, mint például a trónokharca túra a püspökségi területen, a Székesegyház környékén.